Az emberi erőforrás gazdálkodás kiemelt jelentőségű a mezőgazdaságban, mivel a többi ágazathoz képest nagy a kézi és idényszerű munkaerő igénye. Az ágazat hatékony működésének egyik alappillére a megfelelő szintű humán erőforrás biztosítása. Elmondható, hogy a munkaerőhiány a magyar mezőgazdaságot erősen sújtja, és problémát jelent, hogy a szektorban a munkavállalók nagy része 50 év feletti és kevésbé iskolázott, ami a mezőgazdasági gépek nem megfelelő használatát, ezen keresztül azok káreseményeit is eredményezi. A mezőgazdasági termelés, valamint az agrárium által megtermelt alapanyagok feldolgozása, vagyis a teljes élelmiszer termékpálya korszerűsítése lehet a következő években az egyik legfontosabb fejlődési irány. Az agrárium, illetve az élelmiszeripar további digitalizációja nem csupán a versenyképesség, hanem a generációváltás és az élelmiszerbiztonság miatt is indokolt. Magyarországon a digitalizáció hiánya még mindig magas a mezőgazdaságban és különösen a vidéki területeken. A vidéki társadalom digitális készségeinek jelentős része nem felel meg a mai munkaerőpiaci elvárásoknak. A megfelelő jogosítvány meglétén túl nem elég a tapasztalat, hanem az is szükséges, hogy a vezető a gép elektronikai rendszereit is kezelni tudja, és a feladat a vezetésen túl több monitor folyamatos figyelését, azok programozását is jelenti. Ez nem gyakorlati úton, pár nap alatt elsajátítható tudást jelent, tehát a finom hangolások és beállítások teljesen más tudást is feltételeznek, mint a hagyományos mezőgazdasági szaktudás. Ennél fogva, mint korábban láttuk, ezen technológiák elterjedésének egyik gátja a szaktudás. A magyar élelmiszergazdaságban a jelenleginél 60%-kal nagyobb termelési potenciál van, s napjainkban a hatékonyság növelésének egyre fontosabb eszközei a digitális technológiák, ezen belül a precíziós gazdálkodás alkalmazása, hiszen a munkaerő problémára megoldás lehet a növekvő gépesítés és a digitális megoldások elterjedése. A digitalizáció átalakítja a munkaerőkeresletet, elsősorban magasan képzett, a termelésben közvetlenül résztvevő munkaerő iránt növeli az igényt. A mezőgazdaság jövőjét, a következő évek új megoldásait, tehát kevésbé a hagyományos műszaki fejlesztés határozza majd meg hazai szinten, sokkal inkább a meglévő eszközök digitalizálása, illetve automatizálása, valamint olyan megoldások megjelenése, amelyek a gyűjtött és összekapcsolt adatok segítségével érnek el hozamnövekedést, hiszen legégető probléma a növekvő népesség megfelelő minőségű és mennyiségű élelmiszerrel történő ellátása. A munkaerőpiacra gyakorolt legfontosabb hatás abból következik, hogy a mezőgazdaságban az alkalmazott technológiák átalakulóban vannak. Ez az átalakulás nem lesz hasonlítható azonban a korábbi változásokhoz, hiszen az eddigi műszaki fejlődéssel szemben a digitális megoldások kerülnek túlsúlyba, valamint a változás folyamata maga is felgyorsulni látszik. Éppen ezért a jövő feladata a magas szintű digitális tudással rendelkező szakemberek számának növelése, különös tekintettel a magyar kisvállalkozások digitális munkaerőigényére. El kell érni a polgárok és a KKV-k digitális kompetenciájának általános növelését is. Új módszertani alapokat kell kialakítani, miközben össze kell hangolni az ipar és a képzés igényeit. Jelentősen növelni kell az informatikai megoldások alkalmazására épülő egyéb szakképzések számát és kibocsátását, a képzések digitális tartalmát felül kell vizsgálni, kiegészíteni a szakképzésben, a felsőoktatásban és a felnőtt képzésben.